Sajnos láthatjuk, hogy az idei év ez egy elég szűkös évre sikeredik, hiszen az aszálykárok azok borzasztó méreteket öltenek. Egész egyszerűen a termés átlagok azok vagy megfeleződtek, vagy pedig megharmadolódtak, és a kár a magyar agráriumban már most több mint 400 milliárd forint, és még messze nincsen vége az aratásnak, illetve hát még csak most kezdtük el. Ha nem lenne elég gondjuk a gazdáknak az időjárás viszontagságaival, akkor újabb rossz hír számukra, hogy a kormány nem egyértelmű rendelkezései további nehéz helyzetbe hozzák őket, hiszen láthatjuk, ahogy a mezőgazdászoknak a tankolási lehetőségeit igencsak megnyírbálta, vagy igencsak megnehezítette a kormány, hiszen nem tankolhatnak edényzetbe, nem tankolhatnak igazság szerint csak hatósági áron, ami tovább növeli a terményeknek az árrobbanásszerű emelkedését, illetve tovább nehezíti a mezőgazdászoknak a napi megélhetését, hiszen így is minden input anyagnak az ára megduplázódott, vagy jelentősen megemelkedett, most az üzemanyag is tovább drágítja sajnos az ő általuk előállított produktumokat, és hát azt is láthatjuk, ahogy munkagépekkel kéne bemenni tankolni ahhoz a mezőgazdászoknak, illetve az erdőgazdálkodóknak, hogy normál hatósági áras üzemanyagot is tudjanak tankolni. Ez kivitelezhetetlen sok esetben, hiszen a legközelebbi kút több 10 kilométerre van, és egy hatalmas nagy mezőgazdasági vontatóval, vagy egy erdészeti géppel ezek a távolságok nem tehetőek meg, illetve nem gazdaságosak. Éppen ezért elég nehéz helyzetbe került ez a szektor, mind az erdőgazdálkodás, mind pedig a mezőgazdászoknak jelentős része is. Mi az Ánk Mozgalom kéri és követeli a kormánytól, hogy minél előbb valamilyen megnyugtató intézkedést hozzon, ami a mezőgazdaságnak a további kár növekedését már nem fogja előmozdítani, hiszen éppen elég nagy probléma a mezőgazdaságnak az, hogy ez az aszályos év, ez gyakorlatilag óriási terméskieséseket eredményez, nem kell nekik további olyan nehezítő körülmény, ami a munkájukat lehetetlenné teszi. A vízgazdálkodás terén is tettünk le javaslatokat, én magam költségvetés módosító indítványt is nyújtottam be, miszerint az öntözésre lényegesen nagyobb összegeket kell fordítani, a csatorna rendszerek építésére lényegesen nagyobb összegeket kell fordítani, hiszen egészen abszurd az, hogy a hazánkban érkező édesvíz mennyiségénél több hagyja el az országot. Ez annak köszönhető, hogy egész egyszerűen az elmúlt időszak, az elmúlt évtizedek politikája nem tartotta fontosnak a helyes vízgazdálkodást, nem készültek völgyzárógátak, nem készültek ártéri víztározók, amire óhatatlanul nagy szükség lett volna, hiszen láthatjuk, hogy az Alföld egyes részein most egész egyszerűen hiába van csatorna hálózat, hogyha az el van hanyagolva, vagy egész egyszerűen nincsen benne víz, abból nehéz öntözni. Éppen ezért a vízgazdálkodási albizottság tagjaként én borzasztó fontosnak tartom, és a jövőnk egyik zálogának azt, hogy a vizeinkkel helyesen bánjunk. Máskülönben láthatjuk, ahogy ez az ország is, hiába lenne tejjel, mézzel folyó kánoán, egyszerűen el fog sivatagosodni, és a mezőgazdaság nem biztos megélhetést fog jelenteni, hanem még annyi terményt sem fogunk tudni előállítani, amennyi a saját lakosságunk ellátásához szükségeltetne.